Szóval a tökéletes munkaasztal és stúdió setupról álmodozol? Szeretnél a legmélyebb dolgokba beleásni és a legjobb eszközökről tanulni? Nos barátom, ez a videó és ez a széria pont neked van. Itt az ideje annak, hogy belemenjünk a legrészletesebb dolgokba és elmondjam neked technikai oldalról lebontva az összes király eszközt, ami ahhoz kellett, hogy ezt a stúdió setupot kiépítsem otthonra ebbe a pici szobába. Ez egy nagyon hosszú videó lesz, és a szériának is több része van, rengeteg mindenről fogunk beszélni, de minden, amit mondok, az a leírásban, a like gomb alatt ott van. A like gomb tudod, amit be kell nyomnod, hogyha ezt értékesnek tartod. Oké. Az első részében ennek a sorozatnak az egész setupnak a szívével fogunk foglalkozni, ami nem más, mint nyilván a komputer. Ami nem más, mint az új 16 colos MacBook Pro, az M1 Max chippel, 64 giga RAM-mal, 1 terabyte SSD-vel. Van egy teljesen külön videó róla, ahol valós teszteket mutatok be, például Final Cut Pro-ba, pluginekkel, színkorrekcióval, átmenetekkel, szóval nézd meg, hogyha az érdekel. De röviden, ez egy teljesen overkill, túl sok nekem, és nyilván úgy, hogy megjelent a Mac Studio, és úgy érzi az ember, hogy egyből szeretné, egyszerűen nem tudnám kihasználni. És ezt azért mondom, mert a MacBookomat a Sony A7S3-nak a 4K-s, 10 bites, 4.2-es, 100 fps log formátum egymáson színkorrekcióval is sosem hagyott cserben, úgyhogy közben ezer más dolgot is futtattam a gépen. Szóval úgy érzem, hogy még az M1 Max is teljesen túlmegy azon, mint amire nekem szükségem van, pedig amiket említettem, elég durva fájlok. Annak ellenére, hogy a legszebb monitora van, amit valaha használtam, mégis legtöbbször így összecsukott módba használom, és nyilván imádnám, hogyha lenne pénzem egy Pro XDR displayre, vagy az új Studio displayt beszerezném. De, hogyha már erről beszélünk, nekem eddig egy 27 colos LG monitorom volt, és most átváltottam egy másikra, ami a 34VK, vagy WK 95UW. És hát, ez egy oké monitor, rendben van. Egy 4K, 2K felbontású, de sosem fogod abba a felbontásba használni, mert egyszerűen túl nagy az a felbontás, és minden, a betűtípus, az ikonok, minden csak túl pici. Amit nagyon szeretek benne, hogy óriási terem van, itt egy kicsit be is lóg, egymás mellé be tudok rakni három teljes értékű ablakot, és nagyon sokat tud segíteni a mindennapi munkámban. De maga a minősége, a színei úgy megfelelőek, de úgy érzem, hogy a régi 27 szolos LG-m úgy élesebb volt, jobban néz ki, és akár csak az új Studio Display-ről nem is beszélve, vagy a Pro XDR-ról. Van egy külön videóm erről a monitorról, az ultrawide LG-ről, szóval ha az érdekel és jobban bele szeretnél menni és hallani, hogy milyen problémáim, gondolataim vannak, akkor nézd meg azt, de most térjünk vissza a MacBookhoz. Rengeteg külön eszközöm van, és ahhoz, hogy ezt a mindennapi munkámban használjam, elég egy kábel csatlakoztatnom a MacBookhoz, és a monitorom, a külső eszközeim, minden működik. Na de hogy működjön, ehhez nem is egy, hanem kettő Thunderbolt dockot használok, szóval térjünk is át a perifériákra, pontosan a dockokkal kezdve. A kettő dock, amit használok, az egyik az OWC Thunderbolt 3-as dock, és a másik pedig egy Sonetec nevű cégtől az Echo 11 Thunderbolt dock. Mivel a Soneteknek Thunderbolt 4-es csatlakozva van, mint a MacBookomnak, ez a fő dockom, amit az egy kábellel csatlakoztatom a MacBookomhoz. És ez amúgy töltés a MacBookot, tehát nem kell külön a MagSafe-et használnom, nagyon gyorsan tudok különböző adatátviteli dolgokat elérni, használni, és mindez csak egyetlen egy kábellel. Imádom. Nagyon egyszerű, minimalista, simple.
A Sonetek Echo 11 Thunderbolt 4 tényleg a jövőben biztosítani fog téged, ugye erre mondják azt, hogy future proof, mivel 4 darab Thunderbolt 4-es csatlakozója van, és akár egy 8K-s külső monitort is tudsz csatlakoztatni hozzá, éppen ezért ugye biztosítod magad a jövőre. És ahogy mondtam, 90 watttal tudod az egyik Thunderbolt porttal tölteni a notebookodat is. Amúgy ez kompatibilis Mac-ekkel, de hogyha Windows user vagy, ne aggódj, mert Windows-al is nagyon jól működik. Na nézzük át a portokat gyorsan. Az egyik kedvencem, hogy van benne SD kártya, amúgy 3 darab USB 3-as, egy USB 2-es port, egy 10 gigabites Ethernet port és még audio port is. Az OWC Thunderbolt 3 teszi lehetővé azt, hogy mindent is csatlakoztassak, több portja van, mint amire szükségem van, beleértve 5 darab USB 3-as portot, 2 Thunderbolt 3-as portot, 1 USB-C, de DisplayPort, audio jack, digitális audio output, Ethernet port, és nem csak SD kártya, hanem micro SD kártya bemenete is van, ami egy nagyon aranyos kis extra funkció, hogy ha szeretném egyben biztonságosan az összes perifériámat ugye ejectálni, tehát kivenni, lekapcsolni róla, akkor van egy ilyen funkció, hogy egy gomnyomással biztonságosan eltávolítja a gépről, és nem kell aggódnom, hogy bármi probléma legyen. A microSD kártya meg azért jó, mert azért használunk még akár egy audio recorderhez, vagy GoPro-hoz, Insta360-hoz, és nem kell a dongle-lel, külön extra kiegészítőkkel, vagy más csatlakozással bajlódnunk. Menjünk tovább a következő nagy részre, amik az inputok. Hát nyilván, hogy kell egy billentyűzet, és kell egy egér egyértelműen. Amióta létezik a Magic Keyboardot és egeret használtam, annyira régóta és imádok rajta írni, imádom a dizájnját, mindent imádok benne, nem is gondoltam volna, hogy valaha én ezt le fogom cserélni. És aztán jött a Logitech a Master szériájával, kifejezetten Mac-eknek, de Windowsosoknak megint el kell, hogy mondjam, hogy ugyanúgy működik PC-vel is. Na de akkor miért váltottam? Volt néhány dolog, ami egyszerűen hiányzott, és nem is vettem észre magamon, hogy mennyire hiányzik egészen addig, amíg ki nem próbáltam a Logitechnek az eszközeit. Amióta ugye videóvágással foglalkozok, a Magic Mouse-nál csak olyan nehéz volt scrollozni a timeline-on, és észrevettem, hogy szerettem, hogy legyen több ez effektív fizikai gombom, amit be tudok programozni. És itt jön be a képbe az MX Master. 7-es darab gombja van, amit teljesen személyre tudunk szabni, nem csak úgy általánosságban, hanem app, program specifikusan is. Ami nagyon király, és pont ez kell, nem csak például, hogy Final Cut próba, ami simán mondjuk egy 20-30%-kal lerövidítette a vágási workflow-mat, munkafolyamatomat, mert egyszerűen annyira könnyen elérhetővé tesz néhány dolgokat. De olyan hétköznapi eseteknél is, mint például, hogyha csak böngészünk, előre-hátra menni, Word, Excel, PowerPoint, Keynote, bármibe is ezek a beállítható gombok egyszerűen egy más szintre viszik azt az élményt, ahogy interakcióba vagy a gépeddel. Ha pedig power user vagy, akkor a saját shortcutjaidat is be tudod állítani app specifikusan is, meg úgy általánosságban is. Hú, de hanglis volt ez. De hogy mikre gondolok az Apple macOS-en a Mission Control, Exposé, különböző desktopok közötti válogatás, menni oda-vissza, annyira intuitív az egész, és nagyon gyorsan beletanulsz, megszokod, hogy mit, hogy szeretnél nyomni. Mindezt egy nagyon ergonomikus dizájnba, és nagyon pontos az egész. Ó, és a kedvencemet nem mondtam, hogy tudod tölteni USB-C-n keresztül. Mindaközben, amikor használod, a Magic Mouse felhasználók biztos, hogy érzik a fájdalmamat, hogyha neked is van Magic Mouse-od, és nem érted, hogy miért nem tudod az egeret tölteni, miközben használod, akkor dobjál egy kommentet. A másik nagyon király dolog az, hogy egyből tudok váltogatni különböző eszközök között. Ez igaz mind az egérre és a billentyűzetre is. Hogy pontosan mit jelent? Nem kell megnyomnod semmilyen gombot, hogy váltsál, mert mindenhez egyszerre tud kapcsolódni, szóval
konkrétan szó szerint át tudod vinni a kurzorodat a MacBookottól az iPad-edhez, csak egy ilyen Flow nevű funkciónak köszönhetően a képernyő széléből átmész, és már is tudod irányítani a másik eszközödet, de nem csak irányítani, hanem még akár másolni, mozgatni tudsz fájlokat, szóval szevasz AirDrops, nem is kell már AirDropsot használnod. Még néhány gondolat a billentyűzetről. Nagyon tetszik maga a dizájnja és kialakítás, hogy tényleg a Mac-re optimalizálták. Van a Control, Option, Command gombok, teljesen minimalista, a felső sávjában ott vannak az összes Mac-es kontrollok, számpad ugyanúgy meg van világítva, és amúgy sokkal megfizethetőbb, mint a Magic Keyboard. Talán az egyetlen dolog, ami hiányzik nekem, az a Touch ID, azzal tényleg tökéletes lenne. Most pedig beszéljünk a külső merevlemezekről. Illetve kezdjük a belsővel, a MacBook Pro-nak egy 1 terabájtos tárhelye van, és van egy külső, baromi gyors, 2,5 incses Samsung X5 1 terabájtos SSD-m, tehát így van 2 SSD-m, amit tudok használni gyors dolgokra. Ha backupról van szó, akkor szeretem duplán biztosítani magamat, ezért van 2 Western Digital 20 terabájtos duóm, ami az asztalomon ül itt a szélén, és hát megnyeri azt a díjat, hogy ez a leghangosabb eszköz itt az egész szobában. De amúgy teljesen megbízható, elég gyors, és szuper ugye, hogy a dokkokon keresztül tud csatlakozni a gépemhez. Talán az egyedüli problémám az, hogy néha picit hosszabb idő ideig tart az, hogy felébredjen, mikor mondjuk újra bekapcsolom a gépemet. A másik backupos opcióm az egy NAS rendszer. Partneremnek mondhatom a Terra Mastert, és annyira jó döntés volt az F5 221-es 5 helyen rendelkező, tárral rendelkező NAS. Még sok is egy ilyen mondjuk kisvállalkozásnak, vagy személyes cloudnak, baromi gyors a processzor, egy Intel Duo Core 2 GHz-es proci van benne, az írási és olvasási sebessége az több mint 100 megabit per szekes, és ez teljesen oké olyan backup dolgokra, mint mondjuk Time Machine, hozzáférni a fájlokhoz, igazából bárhonnan, ugye remote módban és távolról, és akár streamelhetek 4K-t nagyon gyors kódolással, mondjuk a tévénkre, vagy bármilyen ilyen szórakoztató elektronikára. Az operációs rendszert nagyon könnyű használni, különböző szintű biztonsági funkciók van, RAID, AES, BTRFS fájlrendszer, és pont a RAID-nek köszönhetően ugye nem kell aggódnom, hogyha mondjuk az egyik Winchester elromolna, akkor ugye a fájlok szét vannak osztva a többi más Winchesterek között, de majd lesz egy külön dedikált bemutató erről a NAS-ról és a Terra Masterről, szóval ha ez érdekel, akkor mindenféleképpen iratkozz fel. Na de beszéljünk magunkról a Winchesterekről, hogy mit tettem bele. Ugye a Western Digitallal nagyon meg vagyok elégedve, nem csak a Duo, amit az előbb említettem, hanem még régebbről vannak ilyen kisebb hordozható pár terabájtos merevlemezeim is. Biztos voltam benne, hogy a NAS verziós merevlemezek is szuper jók lesznek. 5 darab 8 terabájtos VD Red Plus Winchester tettem bele, így ez is egy 40 gigabájtos setup, mint a két Duo az asztalomon. Így nagyon egyszerűen tudom két helyre menteni a dolgaimat, és tényleg a lényeg, hogy az adat biztonságban legyen. Nyilván vannak nagyobb kapacitású Winchesterek, és amúgy a Terra Mastert 90 terabájtig lehet konfigurálni, de úgy gondoltam, hogy ez nagyjából egy olyan 5 évig elég nekem, és hogyha majd eljön annak az ideje, akkor max veszek még egy NAS-t, vagy kicserélem a merevlemezeket, de mondjuk ezt a rendszert meg használom a backupjának. Oké, ezek elég száraz dolgok voltak, úgyhogy most menjünk néhány szexi, bizgalmasabb témára, ami például az úgynevezett deckek, ugye baloldalt a monitorom előtt. Ezeket úgy képzeljük el, mint egy ilyen programozható eszközök, amik rengeteg időt spórolnak nekünk. Teljes szabadságot adnak konkrétan a kéz elérhetőséggel, ahogy benyomod őket. Kezdjük a Loop Deck Live-val. Egyszer megváltoztatta azt, ahogy mondjuk videót vágok. Csak az ő nagyon jó, intuitív, használható appokat használva is nagyon könnyen tudom integrálni az operációs rendszerbe és különböző alkalmazásokra.
úgy tudom személyre szabni, ahogy csak szeretném, dinamikus különböző interfészei vannak, shortcutokkal, virtuális gombokkal, de ugye vannak konkrét gombjai is, amik által tudok váltogatni a különböző beállítások között, hogy milyen shortcutokat szeretnék elérni. E felett van 6 darab kis tekerője, ami tényleg megváltoztatta azt a pontosságot, amit tudok használni olyan dolgoknál, hogyha az audio szintet szeretném állítani, a színkorrekciónál a különböző értékeket, Lightroom-ban, Final Cut-ban, és nem kell figyelnem arra, hogy hogy megy a csúszka, hanem csak ugye fogom ezt a tekerőt, és közben nézem, hogy mi változik. Térjünk át a másik deckre, ami az Elgato Stream Deck. Egyrésztről hasonlít a loop deckhez, de mégis sok dologban más. Az egyik dolog, amit jobban preferálok az Elgato-ban a loop deckhez képest, hogy itt konkrét fizikai gombok vannak, amit ha benyomok, van egy kis játéktere. És ezek a kis LCD gombok, amiből amúgy 15 darab van, ugyanúgy testre szabhatóak, és olyan szintű pro beállításokat csinálhatsz, amiket csak akarsz, vagy a képzeletet szab neki határt. Nagyon sok különböző munkafolyamatot el tudsz indítani, és nem kell megjegyezni a nehéz különböző billentyű kombinációkat. A másik dolog, amit szeretek benne, hogy van egy ilyen vizuális visszajelzése, hogyha benyomtál valamit, és végigment az a folyamat, akkor jelzi, hogy ez megtörtént. És amúgy mind a kettő nagyon kompakt, jó felépítésű, ezért nyugodtan magaddal viheted, mert hiszen kis eszközökről van szó. Szóval például, hogyha egy külső helyszínen livestreamelek, akkor biztos, hogy a Stream Deck-et magammal viszem, hiszen sokkal egyszerűbb néhány beállítást elérni ezáltal. Az utolsó dolog, ami a Mac-emhez kapcsolódik, az ugyanúgy egy Elgato termék, Camlinknek hívják. Lényegében a kamerádat, ami nekem ugye a Sony A7S3 vagy a ZV-1, egy webkamerává varázsolja, és nem kell semmilyen setup, csak ezt a pendrive kinézetű dolgot, hozzácsatlakoztatod a gépedhez, vagy az én esetemben ugye a dokkokhoz, és egy HDMI kábelt meg beteszel a kamerádba, és 4K minőség, nekem a Camlink 4K-s verziója van meg, 4K-s minőségbe tudod használni bármibe a gépeden keresztül, mint egy külső kamera a te saját eszközödet. A kedvenc sztorim az, amikor egy Zoom call-on voltam, és megkérdezték tőlem, hogy milyen effektet használok annak érdekében, hogy ilyen szépen el van mosva a hátterem. Hát mondtam, hogy ez nem effekt, ez valóban ilyen, mert én a külső kamerámat használom egy jó mélységélességű objektívvel 1.4-en, és ezért van ez a hatás. Tényleg érezni a különbséget, és a Camlink szerintem a legmegbízhatóbb és elérhető pár tízezer forintos áron, akár a Full HD-s verzió elérhető, vagy olyan 50 000 forintba kerül amúgy a 4K-s verzió. Az utolsó dolog az asztalomon, ami mint periféria említhető, az az Ankernek egy 10 portos USB töltőhábja, 60 wattot tud, és ezáltal könnyen tudok bármilyen eszközömet tölteni az asztalon, telefont, fejhallgatókat, vagy ilyesmiket. Szóval, ha összeszámoljuk, ez 14 kábel. Rengeteg. És talán ez az egyetlen olyan rész, amit azért még tudnék fejleszthetni, hogy még letisztultabb, minimalistább legyen az asztalom. Tudnék használni egy ilyen kis brássos, tudnék használni különböző ilyen kis fakkokat, vagy eszközöket, kábelterelő rendszereket, hogy ezeket is mondjuk el tudjam tüntetni, vagy még mondom minimalistább legyen. Ezt még nem csináltam meg, lehet, hogy a jövőben megfogom, de azért sem csináltam meg, mert úgy van kialakítva az asztalom, hogy ez nem nagyon látszik, és mivel a MacBookom a 12 South-nak ennek a notebook tartó állványában van, az pont gyönyörűen elfedi azt, hogy mennyi kábel van, hogy néznek ki, csak hogyha nagyon oda néz az ember, és azt figyeli, akkor veszi észre. Őszintén nem is gondoltam volna, hogy milyen kihívásokkal fogok szembenézni, hogy kialakítsam ezt a setupot, ami egy minimalista, nagyon jól használható, produktív rendszer lett, és a nap végén nagyon örülök annak, hogy mi lett belőle. Szinte tökéletes, szinte nyilván nem az. Mindig van valami, amint szeretnél dolgozni, fejleszteni, más beszerezni, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez milyen lesz a következő évben. Hogyha te is, akkor nyomj rá a feliratkozás gombra, és nyilván az értesítés kis notifikációs ikont is nyomd be. Oké, hogyha az utad elején vagy, fontos leszögezni, hogy egyáltalán nincs szükség ennyi mindenre, mint amit itt elmondtam neked, és látsz az asztalomon.
De remélem, hogy tudtam adni néhány tippet, vagy ötletet, hogy milyen irányba menjél el, és a te saját setupodba használhatnál. Ha vannak ilyenek, akkor azt kérlek írd le kommentbe, vagy hogy mi mást használsz. De nagyon fontos, hogy ha alkotásról van szó, akkor rengeteg más szempontot is figyelembe kell venni. Magát, az asztalt, a mikrofonokat, a hangokat, fényeket, és annyi sok időbe kerül meg kutatásba, hogy kiválasszuk a legjobbat, de én ezt mind megcsináltam neked, és azért van ez a széria, különböző oldalakat mutatok meg, hogy mi a hang, mi a fény, hogy van kiválasztva, és miért ilyen asztal, hogy tudom állítani, mi a legjobb értékarányú. Tehát, hogyha ezek is érdekelnek, akkor itt vannak ezek a videók, és klikkelj rá. Mindenféleképpen javaslom, hogy nézd meg, mielőtt döntést hozol mondjuk arról, hogy milyen asztalt válasszál. Szóval klikkelj rá, de csak után, miután feliratkoztál, és kommenteltél is valamit. Nagyon szépen köszönöm, hogy végignézted ezt a videót, és remélem, hogy találkozunk a következőben. Szia!